Euromobilitás családi napot tartott a Kisteleken. Erről kérdeztük a szervezőt, Vas Rozáliát. Euromobilitás családi napot tartanak itt a Kisteleki Vásártéren. Erről kérdezem Vas Rozália szervezőt. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a napról, milyen programokkal várják az ide kilátogatókat? Az Euromobilitás nap egy unióban egységesen zajló program. Az a lényege, hogy a szeptember 16-22-ig van egy Euromobilitás hét, aminek a fő csúcspontja az a 22-i autómentes nap, és ehhez a programhoz csatlakozott Kistelek városa, és így szerveztünk ide egy kis programot is, aminek ugye a lényege az autómentes közlekedés, illetve az egészséges életmód kettő kombinációjának a figyelem központjába hozása. Hát itt próbáltunk olyan programokat összerakni, ami egy kicsit családias, tehát hogy vicces, hogy az emberek, ha kijönnek, akkor jól érzik magukat, de nem arról a versengésről szóljon, hogy ki az első, hanem arról, hogy mindenki jól érezze magát. Volt, ha a versenynél tartunk, flúgos futásunk, ami ugye azt jelentette, hogy talicskában kellett tolni egy akadálypályán egymást, illetve zsákban futás volt a másik szám a futóversenyen. Természetesen minden induló díjat kapott, tehát mindenki részesült ajándékban, illetve aki kerékpárral érkezett, azoknak kerékpáros akadálypálya, amelyen végig lehetett menni, ezt nagyobb részt inkább a gyerekek próbálták ki, de az egész pici gyerekeknek volt olyan futópálya, illetve van a futóbiciklis akadálypálya, tehát azzal is ki lehet próbálni magunkat. Ami egy kicsit nagyobb lélegzetvételű program, a kincsvadászat, ami azt jelenti, hogy a városban kijelöltünk több pontot, ami ilyen nevezetes pont a településen, ahova, amit egy térkép alapján és egy rejtvény kérdés alapján meg lehetett találni, oda el kell jutni, ott minden egyes ponton találnak egy ajándékot, amit magukkal tudnak vinni, majd hogyha minden ponton megszerezték az ajándékot és készítettek magukról egy selfit, ugye, hogy igazolják, hogy tényleg ott voltak, és ide visszaérkeznek, akkor itt is egy nagyobb ajándékban részesül, aki ezt a feladatot végrehajtotta. Ezen kívül van természetesen játszóház, kézműves foglalkozás a gyerekeknek, amiben egy kicsit a közlekedés jegyében próbálunk feladatokat kitalálni. Ki lehet próbálni ilyen kresszes társas játékot. Készültünk egy kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó kresztotóval is, amit itt a helyszínen papíralapon is ki lehet tölteni, egyébként internetes felületen is elérhető az esemény Facebook oldalán. Aki jól kitölti, az egy csokoládéban részesült, egy csokoládé a jutalma. Hát beszéltük itt a résztvevőkkel, hogy bizony sokan nem kaptunk volna csokoládét ezért a kitöltésért, mert sajnos a 19 pontból általában 5-6-ot talál el az ember, tehát annyira nem vagyunk kémbe, hogy kerékpárral való közlekedéssel mit lehet csinálni, hiszen jó, az autóhoz a jogosítvány miatt ugye tudnunk kell a kreszt, de a kerékpáros közlekedéssel az emberek nem nagyon vannak tisztában. Úgyhogy javaslom, aki kíváncsi a saját kerékpáros tudására, ezt még 22-ig is ki lehet tölteni, hogy próbálja ki magát. Van lufi bohóc, aki még itt gyerekeknek készíti a lufikat. Van egy kis enni-innivaló, édesség is van, de tehát aki éhes, az ehet is. Nagyjából ezek vannak a mai napra kitalálva, meg a jókedv, meg aki benne van a szórakozásban, akkor azok jól érezhetik magukat. És nagyon remélem, hogy jövőre is lesz lehetőségünk megtartani, és akkor talán tudunk ezen még tovább bővíteni. Egy kicsit azért az nehezítette ezt a programot, hogy sajnos hogy hétvégére vannak a programok, viszont csak hétfőn tudtuk meg, hogy bekerültünk a pályázatba, tehát hogy tulajdonképpen szervezzük meg ezt a napot, és azért ez egy kicsit rövid idő volt, de én azért úgy gondolom, hogy a programokat sikerült összerakni, és akik kijöttek, azok mind jól érezték magukat. A zene világnapján egy koncerttel készülnek a Kistelki Szent István templomban. Erről kérdeztük Harmat Józsefet, a rendezvény szervezőjét. Október 1-én a Zene Világnapját ünnepeljük, ennek alkalmából Kisteleken is egy koncertsorozattal kedveskednek a lakosoknak. A rendezvény szervezőjét, Harmat József hitoktatót kérdezzük a részletekről. Köszöntelek. Mit is tudhatunk erről a jeles napról?
egy elég fiatal ünnep, ugye a 20. században Yehudi Menuhin, a nagy zenész kezdeményezte, hogy a zenének legyen egy napja az év során, amikor is csak a zenét ünnepeljük, és ugye 46 éves ez az ünnep, 46 éve minden évben október 1-én a világban az emberek megpróbálják abban a kis faluban, vagy a nagyvárosokban, vagy utcákon, tereken a zenét éltetni, hiszen a zene az olyan fontos, ami az ember számára nélkülözhetetlen, egészen születésünktől kezdve itt van velünk, egészen a halálunkig, a sírig elkísér a zene. A fellépőkről néhány szót hallhatnánk, kiket vártok ide, és milyen hangszereken fognak játszani? Hát nagyon vegyes lesz a fellépőknek a sora. Én a zenét most úgy szeretném bemutatni a zene világnapján, hogy szétszedjük elemeire. Tehát lesznek ritmus hangszerek, lesznek fúvós hangszerek, lesznek billentyűs hangszerek, és persze lesz az ének, ami ugye az embernek a hangszere, hiszen az az emberi lélek táplálja a zenei hangot, és hát próbálunk a gyerekeknek nagyon érdekes zeneszámokkal kedveskedni. Úgyhogy a fellépők azok érdekes módon most nem tanárok lesznek, hanem az én elballagott hittanosaimból próbáltam olyan emberkéket toborozni, akik a zenéhez közel állnak, akik művelik a zenét, hogy hadd lássák az iskoláskorú kis gyermekek is, hogy a zenével nem csak addig kell foglalkozni, amíg általános iskolás vagyok, hanem azon túl is a zene nekünk sok mindent tud adni, úgyhogy meglepetések lesznek ebben a hangversenyben. Kiket vártok a nézők soraiban? Bárki jöjjön, aki szereti a zenét, meg az is, aki nem, mert hát, ha itt szereti meg. Ma sajnos a zene annyira el van tolva az embereknek a hétköznapjaiból, sőt, azt kell mondanom, az iskolában is. Hát Kodály országában vagyunk, és nekem az annyira furcsa, hogy éppen a Duna Televízióban volt a zenéről egy riportfilm, és ott hallottam, hogy Hollandiában 100-an tanulják a Kodály módszert a tanárok itt Magyarországon, és népszerűsítik utána tovább. Tehát Japánban meg nem is tudom, már 1000-valahány kiképzett Kodály módszer szerint tanító tanár van. Tehát annyira méltatlanul bánunk Kodálynak a hagyatékával, meg hát egyáltalán a magyar zenével. Úgy érzem sokszor, hogy a világban sokkal jobban ápolják a magyar néphagyományokat külföldön, akár mondjuk egy-egy ünnepen halljuk azt, hogy október 6-án vagy október 23-án az anyaországból kivándorolt, ugye tőlünk elment világba szétszorodott magyarok, sokkal jobban őrzik a népi hagyományainkat, a népzenét, a magyar népdalokat, és mi pedig elszakadtunk ettől, és sajnos a mi gyerekeinknek be van dugva a füle, és hát az elektromos három keltette telefonon lezajló, szinte azt kell mondanom, élvezhetetlen zenén nőnek fel, csak azért, hogy ne hallják a világnak a megszólítását. Az igazi zene nem ez. Az igazi zene az élő zene, a lélek zenéje, és ezt kell megtapasztalni mindenkinek, hogy óriási különbség van. Tehát Kodály országában, ahogy mondta Kodály is, legyen a zene mindenkié, ezt kellene valahogy megérezni a magyaroknak, hogy a zene az az embernek szerves hozzátartozása. Kodály azt mondta, hogy aki a zenét nélkülözi, az lelki vérszegénységben él. Az annak a lelke egy kicsit elnyomorodott, nem tud úgy fejlődni. Tehát ő nagyon fontosnak tartotta. Azt mondta, a zenei nevelés a gyermek születés előtt 9 hónappal kezdődik. Vagyis az édesanya, az édesapa, a család, nem mindegy, hogy milyen zenét táplál a gyermek születés előtt már a családban, mit hall, mert a gyermek már akkor is az anya méhben hallja a hangokat, és hát itt van az, hogy harmonikusan fejlődik egy személyiség, amikor megszületik, és ebben a zene nagyon nagy segítségünk lehet. Akik szeretnének ellátogatni erre a rendezvényre, mikor és hol tehetik ezt meg? Hát a Zene Világnapján október 1-én délután 3 órakor várunk a Kisteleki temploma mindenkit szeretettel, és nagyon készülünk már az előadókkal. Annyira szeretnénk az előadókkal együtt a közönséget is, mint egyszer már csináltuk, bevonni, hogy mindenki érezze meg, hogy nem csak hallgatni jó a zenét, hanem művelni, csinálni és együtt muzsikálni. Ezt szeretnénk megéreztetni mindenkivel, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Szobori búcsút rendeztek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A rendezvény összefoglalóját tekinthetik meg a következőkben. Szobori búcsút rendeztek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A búcsúna hagyományőrző programok mellett a látogatók Kisrigó László megyés püspök által tartott ünnepi szentmisén is részt vehettek, ahol átadták a szerű zenete díjakat.
Idén Vízkeleti Mariant, az állami szervek működésének elemzésért felelős miniszterelnöki biztos tüntették ki, aki végül nem tudott részt venni a rendezvényen. Az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ünnepi kollégiuma a mai napon a szer üzenete díjat dr. Vízkeleti Mariannak adományozza. Kérem, hallgassák meg a díjazott méltatását. Dr. Vízkeleti Marian 1980-ban az ELTE állam- és jogtudományi karán szerzett állam- és jogtudományi doktori diplomát. 6 éven át a Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozott, ahol a jogi szakvizsga megszerzését követően bíróvá nevezték ki. A 3. gyermeke születését követően a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Nőpolitikai és Családvédelmi Tanácsának titkára, majd 1989-től a budapesti 54. számú ügyvédi iroda ügyvédje lett. 1992-ben Antal József miniszterelnök kabinetirodájának tagja, majd 1994-től újra ügyvédként tevékenykedett. 1998-ban a miniszterelnöki hivatal általános jogkori politikai államtitkárának kabinetfőnöke, majd a miniszterelnök gazdaságpolitikai titkárságának vezetője és a miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének titkára lett. 2004 és 2010 között az országgyűlési hivatal szakmai főtanácsadója. 2010-ben a köztársasági elnök a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárává, 2 évvel később a miniszterelnök a Központi Statisztikai Hivatal jogi és gazdálkodási elnök helyettesévé nevezte ki. 2015-től 2020 májusáig az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkáraként tevékenykedett. Jelenleg a miniszterelnök felkérésére az állami szervek működésének elemzéséért felelős miniszterelnöki biztosként látja el feladatait. A közigazgatás területén végzett kimagasló szakmai munkájának elismeréseként 2002-ben Batthyány Lajos díjban részesült. Hivatali munkája mellett számos szervezetben vezetői tisztséget tölt be. A Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának alapító tagja, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia Társadalmi Tanácsadó Testületének elnöke, a Gál Ferenc Egyetem Tanácsadó Testületének elnöke, a Friends of Hungary Alapítvány, a Szer Üzenete Alapítvány, valamint a Hermina Alapítvány kuratóriumának tagja, emellett a Mádülkör és a Százak Tanácsa tagja is. A miniszterelnöki biztos mellett Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár is megkapta a Szer Üzenete díjat. Meg vagyok hatva, és nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést. Első gondolatom az lehet, hogy Vízkeleti Mariannak ezúton is jobbulást kívánjak. A második pedig az, hogy ahogy talán ebből a laudációból is hallatszott, egész életem során az oktatás ügyével volt szerencsém foglalkozni, oktatóként is, illetve most pedig az állami igazgatáson belül. És ugye a kormányzati pozíciókat ugyan senkinek sem dolga, hogy rangsorolja, de azt gondolom, hogy egy olyan területre vezényelt a Jóisten, amely talán egyre fontosabb lehet az identitásunk megőrzése terén. Hiszen ami evidencia volt adott esetben évszázadokon át, hogy az oktatás, az egyház és a nemzet dolgával szoros összhangban volt, az azért ma a nyugati világban egyáltalán nem biztos, hogy így van, és talán egyre több olyan ügyünk van, egyre több olyan tevékenység, ahol bizony oda kell figyelni, hogy az oktatás ugye, az a nemzet ügyét, az egyház ügyét, a test, a lélek és a szellem ügyét szolgálja, szolgálhassa. Én nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést, és igyekszem méltó lenni arra, hogy mindig a szemem előtt tartsam a nemzeti nevelés és az egyházi nevelésnek a dolgát, az ügyét. Azt gondolom, ez kiemelt fontosságú a jövőre nézve is. Megtartották a csengelei tornacsarnok Bokréta avatóját. Az ünnepségen stábunk is részt vett. Jelentős állomásához érkezett a Csengelén épülő tornaterem kivitelezése az általános iskola közvetlen szomszédságában. Elkészült a tartószerkezet, és az épület legmagasabb pontjára felkerült az ilyenkor megszokott Bokréta.
Az 572 millió forintos állami költségvetési támogatásból megvalósult tornaterem Bokréta ünnepén Tóth Tibor, Csengel polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen ünnepség keretein belül köszönhetjük itt Önöket. Látjuk ugye, hogy az épület legmagasabb pontjára fölkerült, hogy ez a gyönyörű Bokréta, ami úgy, ahogy a konferálásban Nóri elmondta, tényleg az építetők és az építők legnagyobb öröme is, hogy ez egy nagyon nagy ünnep, hiszen ugye egy új építés mindig nagyon nagy öröm. A rendszeres mozgás, a rendszeres sport nagyon-nagyon fontos, én magam is ezt vallom és hiszem, és nagyon boldogok vagyunk azért, hogy látjuk azt, hogy ugye Magyarország kormány és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein belül arra törekszik, hogy a gyermekek egészséges fejlődése érdekében nagyon sok helyen az országban átípusú tornaterem épül. Én hiszem azt, hogy a gyermekek egészséges pszichés fejlődéséhez igenis ez a rendszeres mozgás nagyon-nagyon sokat tesz hozzá, így erre nagyon nagy szükség van. Az külön öröm, hogy ugye itt Csengelén is egy ilyen gyönyörű épület fog létesülni, amelyet nyilván a rendszeres mozgáson kívül más célokra is tud a település használni, de ugye a lényeg az a rendszeres mozgás lesz itt. Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője folytatta. Mert amikor bejön az ember a községbe, a faluba, a főutcáján, máshol mindenütt tönkrementek a tuják, itt érdekes módon élnek, és amikor egyszer rákérdeztem, hogy hogy van ez, akkor elmesélték nekem, hogy a közterületeken, nagyon sok helyen a legmodernebb öntöző berendezésekkel még a homokon is tudnak megfelelő életet teremteni minden növény számára. Ugyanakkor, ha kimegyünk a községen kívül, akkor viszont látjuk azokat a dolgos embereket, akik számtalan értéket, komoly, mondhatnám, hogy a településre jellemző értéket állítanak elő, nem csak a Vágóhídon, hanem a zöldség területén is, ami megint egy rendkívül különleges, talán összehasonlíthatatlan a többi településhez képest. És amikor látjuk a településnek a rendezvényeit, ott megint azt tapasztalhatjuk mindannyian, hogy valami olyan erő van ebben a településben, ami szokatlan, nehéz megfogalmazni, hogy miért van ez. De valószínű, hogy azért, mert a homoki emberek, így szoktuk mi mondani, fekete földiek, a homoki emberekben van egy olyan fantasztikus erő, egy olyan élni akarás, egy olyan fejlődő képesség, ami nagyon érdekes, és talán majd egyszer egy szociológus meg is fogja ezt fejteni, hogy miért van. És akkor, amikor ma itt vagyunk, ugye messziről kezdtem a gondolatot, akkor, amikor ma itt vagyunk, megint azt mutatja, hogy a településnek van egy olyan elképzelése, hogy az itt élő embereknek megteremteni azokat a feltételeket, amelyek ma a 21. században szükségesek. És ebben Magyarország kormánya, köszönöm államtitkár úréknak is a segítséget, rendkívül odafigyel. Mert szerencsére, ha most ránézünk Csongrád megye térképére, nem csak Csengelén, nem csak Szegeden, hanem majd Csongorádon is, és egyéb településeken olyan sportlétesítmények, olyan csarnokok, olyan tornatermek, olyan uszodák épülnek, amely mind azt a célt szolgálja, hogy egy egészséges, sem felnövő, fiatal generáció alkossa a következő nemzedéket Magyarországon. Juhász Roland, állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár zárta a beszédeket. Ahogy itt az előttem szólók említették, épp testben épp lélek, ugye, ahogy tartja a mondás, meggyőződésem, hogy ez nem csak az egyénre, hanem egy egész nemzetre is igaz tud lenni. Magyarország kormánya épp ezért elkötelezett minden olyan beruházás mellett, amely hozzájárul a fiatalok testi-lelki fejlődésének az elősegítéséhez. Emiatt különösen fontosnak tartjuk a sport diákokkal való megszerettetését, annak érdekében, hogy az később felnőtt korukban is igényük legyen rá, és így a sport az életükbe beépülve annak alapvető és természetes részévé tudjon válni. Szeretnénk, ha a sport örömét, a győzni tudást, a másik győzelmének az elismerését minden gyermek megtapasztalhatná, és ez azt gondolom, hogy ez a tornaterem, ami hamarosan el fog készülni, kiváló feltételeket fog tudni biztosítani ezen a településen is. A Csengelén megépülő tornaterem ugyanis biztosítja a mindennapos testnevelés megfelelő körülményeit az itt élő fiatalok számára hiánypótló beruházásként egyúttal lehetőséget ad az egészséges életmódra is.
Fontos kiemelni, hogy a közel 450 millió forintból megvalósuló beruházás teljes mértékben hazai költségvetési forrásból jön létre, a helyi önkormányzatnak nem volt szükséges különben erőt hozzátennie, illetve biztosítania. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a mai nap igen fontos mérföldkő Csengele életében, de engedjék meg, hogy megemlékezzek arról is, hogy ez a beruházás egy nagy volumenű országos beruházás sorozatnak az egyik állomása is egyben. A kormány, ahogy említettem, elkötelezett amellett, hogy a köznevelésnek megfelelő infrastruktúrális hátteret biztosítson ehhez országszerte központi költségvetési forrásból tantermeket, tornatermeket, tanúszodákat és iskolákat létesítünk, melynek az építetője a 100%-os állami tulajdonban álló beruházási ügynökség. A bokréti ünnep az építők és az építetők közös ünnepe, amely az ilyenkor szokásos bejárással zárult, ahol a kivitelező végigkísérte az érdeklődőket a tornacsarnok építési területén. A létesítmény jövő év elejére készülhet el.